Ma délután ünnepélyes keretek között veszi kezdetét a Baranya 2000 rendezvény sorozat. A rendezvények koordinátora a Baranya megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ. Vendégünk az intézmény igazgató helyettese, dr. Rojsz Andrásné. Üdvözlöm. Arra szeretném kérni, hogy mielőtt belemegyünk abba, hogy mi pontosan ez a Baranya 2000 rendezvény sorozat, azért meséljünk pár szóban arról, hogy mivel is foglalkozik a központ. A Baranya megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ a Baranya megyei önkormányzat által fenntartott intézmény. Három részből áll: a Hunyadi úton lévő szakiskola, felnőttképzési ház, valamint a Széchenyi tér 9-ben lévő Turinform iroda tartozik hozzánk, és a néhány napja a József Attila utca 10-be költözött Kulturális és Idegenforgalmi Központ része, amelyik igaziból a közművel elődéssel kapcsolatos programokat rendezi, szervezi, szakmódszertani intézmény. És talán a régi programjainkra még emlékeznek, de az 1999-es év és a jelenleg folyamatban lévő két nagy rendezvényünkről szólnék néhány szót. 1999-ben is lesz húsvétvárás. Szeretnénk megszervezni az országos szőttes és cserépvásárt, a gyermek és ifjúsági fesztivált, a szőlő és bor ünnepét, a mediterrán ősz rendezvény sorozatot és a határon túli magyarok fesztiválját. Ezt egy új rendezvényünk egészítenék ki, az úgynevezett Cirfandli Fesztivál. 1999 ugyanis a bor és gasztronómia éve lesz, és ez a rendezvényünk már ahhoz kapcsolódik. Két rendezvénysorozatot nyertünk meg a Magyar Turizmus által meghirdetett pályázatokon, az egyik a Baranya 2000, a másik pedig majd a jövő évben kezdődő bor és gasztronómia éve, a Hívj egy vendéget Baranyában jelszóval. Beszéljünk egy kicsit most erről a Baranya 2000-ről. Mit akar pontosan ez az elnevezés? Intézményünk a tavalyi évben megkapta Baranya megye turizmusfejlesztési programjának a kidolgozását. Ennek a második része most a turisztikailag kiemelt területek feltérképezése, azoknak a bemutatása, megismertetése. A Baranya 2000 elnevezés tulajdonképpen egy kezdeményezés. 27 település csatlakozott eddig hozzánk, illetve jelezte csatlakozási szándékát. Az ezredfordulóra készülődés ma még nem jellemző, hiszen a minisztérium is még csak nem régiben hirdette meg ezzel kapcsolatos elképzeléseit. Ezt egy kicsit talán megelőzzük azzal, hogy mi már ma az ezredfordulóra szeretnénk Baranya intézményeit, önkormányzatait, civil szervezeteit, egyesületeit és mindazokat, akik az ezredforduló méltó megünneplésében szeretnének részt venni. Tulajdonképpen milyen igény hívta életre, hogy megszervezzék ezt a rendezvényt, hiszen éppen most mesélt el, hogy mennyi színes és rangos és hagyományos rendezvénye van, illetve vesz részt a Kulturális Központ ezeknek a szervezésében. Mert nem lehetett azokat egy kicsit átalakítani, kibővíteni? Lehet egy újat? Nem lesz új, éppen úgy épül fel a gyakorlatilag három éves programsorozat, hogy ráépül az eddigi rendezvényeinkre. Tehát az idei év, az az előkészület éve lesz, azért kibővül néhány másik rendezvényel is, hiszen itt lehetőség lesz bemutatni megyénk sokszínűségét, ezzel kapcsolatban már filmek is készültek, Pannon színek, ezer színű Baranya, Baranya rejtett kincsei elnevezéssel építészeti értékeink fokozottabb bemutatására van lehetőség, természeti értékeink, például Duna-Dráva Nemzeti Park, vagy akár az építészeti értékek is. Bizonyos része csak szűk szakmai körökben ismert. Ennek a rendezvénysorozatnak
sorozatnak az egyik célja az is lenne, hogy Baranyát jobban megismerjék, tehát a meglévő vagy már megkutatott értékeit is jobban bemutassa, vagy néprajzi kalandozások, kézműves műhelyeknek a bemutatása, mesterek találkozója, baranyai nemzetiségi napok, Kárpát-medence gyermek és ifjúsági fesztivál. Ezek csak kezdeményezések, természetesen ez attól függ, hogy a városok, a megye városai, települései hogyan akarják megünnepelni az ezredfordulót. Addig már csak néhány napunk van. Hát egy kicsit több, mint néhány nap, viszont ma délután nyílik hivatalosan meg ez a rendezvény. Címszavakban mondjuk el, hogy mi fog történni még ebben az évben, illetve 99-ben és 2000-ben. Az ezredfordulóra készülő Baranya címet adtuk a mai nyitó rendezvényünknek. Itt a Kulturális és Idegenforgalmi Központ szakiskolája, a Felnőtt Képzési Háza a karácsonyhoz kapcsolódóan szeretnék bemutatni a kézműves hagyományokat Baranyában. Újabb kiadványaink jelentek meg a falusi vendégfogadókról és a vendéglátóhelyekről Baranyában. Ezeket az új kiadványokat is szeretnék bemutatni a Turinform iroda munkatársainak a segítségével. Nemrégiben alakult együttes, a Floridus ének együttes mutatkozik be, majd a magyar népzene ősrétegeiből, későbbi évszázadokból Csajági György tárogató művészenetanár bemutatkozása, illetve számok következik. A megye sok nemzetiségét német népdalok, horvát népdalokkal mutatják be fiatalok, és utána a Somogyapáti doktor Muskát József és fia Muskát András műsora következik. Majd arra szeretném kérni még, hogy tényleg egy mondatban annyit mondjuk még el, hogy kik kapcsolódhatnak ehhez a rendezvénysorozathoz, hogyha kedvet kapnak hozzá. A napokban Baranya valamennyi településéhez a diskurzus újságunkon keresztül eljutattuk a felhívást. Mindazok csatlakozhatnak hozzá, akik az ezredforduló méltó megünneplését szeretnék, abban szeretnének részt venni. Ennek a kezdeményezője a Baranya megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ, és szeretnénk koordinátorai lenni, és mindazoknak, akár kisebb településeknek is a rendezvényeit hoz, turisztikai vonzerővel, látogatottsággal rendelkezik, eljutassuk olyan országos szervekhez, akik az ezredforduló méltó megünneplésével foglalkoznak, vagy turisztikai nevezetességeket akarnak bemutatni. Köszönöm szépen a tájékoztatást, és hogy befáradt hozzánk. Nagyon sok sikert kívánunk a mai napra, és a következő. Én is köszönöm, és legyenek önök is társaink az ezredforduló megünneplésében.